Még akkor se kopogjon. Ezen az ajtón ne. Soha, semmilyen oknál fogva. Világos szépségem. Megfelelő gyümölcslékeveréket nem kell diétázni, edzeni vagy ilyesmi. Mit vigyorogsz, nem hülyéskedek. Itt van például ez. Dr. Lévi keveréke, ananász, narancs, papaja, savanyú narancs, földi szeder, kék szeder, cseresznye. Egy pohár ebből egészségesebb, mintha 10 kilométert loholsz reggel. Egy ilyen pohár? Egy ilyen pohár. Elfelejtetted mondani a vodkát. Csak az íze miatt tettem bele. Tudja maga egyáltalán, hogy én ki vagyok? Igen, asszonyom, pontosan tudom. De ez mit sem változtat azon. Na ki vagyok, te fasz? Nem baj. Most legalább tudjuk, hogy csodák nincsenek, bazd meg. Nekem? Hát nekem te ne bazd meg, ez bazd meg! Hát ki mondta azt a baromi, kibaszott hülye számot, mi? Talán én, te mondtad? Te mondtad, hogy itt mindent lehet, mindent! Na, mondjad te, még! Te! Na, mondjad, mondjad még! Úgyis szeretném még szarabbul érezni magam, mondjad! Mondjad, mondjad! És? És? Hm? Csak én tehetek róla? Csak én jöttem ide ki, mi? Csak én mentem be a kaszinóba játszani? Azt én nem mondtam! Az én pofámba nem. Hát vágni mindent! De alapvetően azért mégiscsak! Ja. Igen! Ja, értem, persze. Alapvetően én fegyverrel kényszerítettelek téged, azt nem hogy mondtam. Gyere ide. Alapvetően neked könyörögni kellett, hogy benne legyél a buliba. Nem, igenis, ez közös felelősség. Egyáltalán nem közös. Rám férne már egy kis mozgás. Kard ki kard! Már megint itt van, nem tudsz szabadulni a rögeszméjétől. Honnan jön ez a forró fejű ifjú? A harc mezejéről vagy a bolondok házáról? Rajta, uram! Remélem, egy hölgy jelenlétében nem fogja rámuszítani a lakájait. Én úgy érzem, hogy az uraknak bizalmas elintézni valójuk van. Nem szeretnék tapintatlan lenni.